1992-ben nyilvánította az Egészségügyi Világszervezet augusztus 1-jét az Anyatejes világnappá. Így lassan 20 éve, hogy Nagyatádon is évről évre ünnepséget rendeznek ebből az alkalomból. A programra elsősorban azokat a kisgyermekes szülőket várták, akik rendszeres kapcsolatban állnak a védőnői szolgálattal, és akik megpróbálták gyermeküket a lehető legtovább anyatejjel táplálni. Azt az 1-1,5 éves korosztályt szoktuk minden évben újra-újra meghívni, akiknek az életében még mindig ott az anyatej. Az anyatejes táplálás nagyon fontos a kisgyermekek életében, nagyon fontos az anya életében, hisz egy nagyon-nagyon szép teendője az anyának, egy nagyon szoros kapcsolat alakul ki a baba és az anya közt. A védőnők mindent megtesznek annak érdekében, hogy az édesanyák minél hosszabb ideig táplálják anyatejjel gyermekeiket. Folyamatosan kapcsolatban vagyunk az anyukákkal, segítünk nekik, amikor egy kis probléma van, kitartásban, technikában, tehát bármi olyan akadály van a szoptatásban, akkor mi nagyon szívesen segítünk, adunk jó ötleteket, tanácsokat, hogy próbálják akár a mennyiséget növelni, akár a szoptatás minőségét változtatni. A hivatalos köszöntők mellett az Árpádiskola 6. osztályosai zenés műsort adtak, mert a legkisebb résztvevők is érdeklődően figyeltek. Emellett volt lufihajtogató bohóc, készségfejlesztő játékok és a csiribiri torna eszközei is előkerültek, melyeket lelkesen próbáltak ki az apró cseprőkezek. We get it almost every night when that moon is big and bright. It's a supernatural world tonight. Everybody's dancing in the moonlight. Az Anyatejes Világnap nagyatádi rendezvényére a védőnői szolgálat idén is meghirdette babafotó pályázatát, melyre fiúkról és lányokról készült fényképeket egyaránt vártak. Vártuk azoknak a babáknak a fényképét, akik legalább 4 hónapos korig szoptak, anyatejet kaptak, és azok közt egy baba szépségversenyt hirdettünk, és az a pályázatnak az eredményét is most fogjuk kihirdetni. A fotópályázaton a zsűri Kliment Villőzsejkét ítélte a legszebbnek, második lett Cserti Lara, a harmadik helyért járó díjat pedig Polgár András vehette át szüleivel.